hamisíthatatlan fesztivál hangulat kerekedett múlt hétvégén Szekszárdon. Több tízezer ember látogatott el, hogy megnézze a legendás szüreti felvonulást, és hogy megkóstolja a környék díjnyertes borait. Stábunk is ellátogatott a borünnepre, ráadásul még kedves műsorvezető kollégáinkkal is összefutottunk. Ilyen vidáman indult a menet Szekszárdon a legendás, ezreket megmozgató díszes népviseleteket bemutató szüreti felvonuláson. A gólyalábasok, karikás ostorosok és huszárok vezették a felvonulókat végig a belvároson. Mintegy 2000-en vettek részt a menetben. Borlovagrendek képviselői az ország különböző tájairól, hagyományőrző csoportok, helyi iskolák és óvodák nevelői, diákjai, civil egyesületek, néptánc csoportok és sportegyesületek tagjai érezték fontosnak, hogy megmutassák magukat szeretett városuk talán legfontosabb rendezvényén. Több mint 10 testvérvárosból és határon túlról is érkeztek vendégek. A felvonulás az ország egyik legnagyobb kulturális bor és gasztronómiai fesztiváljának, a szekszárdi szüreti napoknak a fő látványossága. A város polgármesterével, Berlinger Attilával beszélgettünk a borünnepről. A szüreti felvonulás egy rendkívül kultikus esemény. Erre nagyon készülünk hónapok óta, olyan koreográfiák, olyan gyermek műsorok színesítik zenével, tánccal, örömmel, ami azt gondolom egyedülálló. A polgármester percekkel a menet indulása előtt megosztotta velünk felhőtlen boldogságát. Rettentő jó érzés ennyi mosolygós arcot látni, régen elszármazott barátot visszatérni, családokat, céges partnereket. Szekszárd ilyenkor egy kicsit számunkra legalábbis a világ közepévé válik. A polgármesteri eskütétel óta alig ha akadt hálásabb feladata, mint a város első embereként menetelni a bor ünnepén. Újdonsült polgármesterként nincs nagyobb öröm az ember életében, amikor Magyarország talán legismertebb, egyik legkedveltebb bor gasztronómiás kulturális fesztiválján részt vehetünk. A menetet követően megtelt a Béla Király tér. Megválasztották az idei év táncos párját, akik már biztosan ott lesznek a jövő évi szüreti felvonuláson. A gyönyörködést a kézműves vásárban folytathatták az odalátogatók, ahol népművészeti portékákat és tengernyi csecsebecsét kínáltak, üveg- és kőékszerek, egyedi bőrdíszműves táskák, népviseletek, díszes faáruk, nádudvari fazekas termékek és még sok-sok vásárfia és látnivaló volt. Ezen a családi rendezvényen a gyerekek is jól szórakoztak, foglalkoztató játékokat próbálhattak ki, voltak bábelőadások és gyermekkoncertek is. No de a lényeg, a szüreti napok első számú főszereplője mégiscsak a bor. Idén 30 neves szekszárdi borászat mutatta be legjobb nedűit a borudvarban. A látogatók már az idei 2024-es évjárat friss, fehér és rozé borait is megkóstolhatták. A vidék termelői az elmúlt időszakban nemzetközi és hazai versenyeken is parádés sikereket értek el. Több aranyérmes tétellel is büszkélkedhetnek. Ódákat lehetne zengeni az ízorgiáról, az élénk savakról, a vad tanninokról és a hosszú korty bársonyos lecsengéséről, sőt az egészséges antioxidánsok és flavonoidok egészségmegőrző hatásáról is, de vigyázat, csak óvatosan. A standoknál is tudják, hogy nagyon fontos a mértékletesség, gyakran fel is hívják a közönség figyelmét, hogy még a könnyű fehér borokat is csak mértékkel, sok vízzel fogyasszák. Ez az ajánlás hatványozottan érvényes, ha nagy testű vörösökkel van dolgunk. Ezek mellé tartalmas ebéd és vacsora dukál. Az évtizedek alatt több díjat is kiérdemelt rendezvény az ételeivel is méltán kiemelkedik a fesztiválok sorából. Itt mindenki talál kedvére valót, és szinte biztos, hogy többen felfüggesztik egy rövid időre a diétájukat, hogy megkóstolhassák ezeket a csábítóan gusztusos étkeket.
Szekszárd neve az évszázadok során egyé vált a jó vörös borral. A borkészítésnek évezredes hagyománya van a Tolnai dombság területén, már a római korban erjesztettek itt szőlőből italt. Írásos említést is találunk első Béla király idejéből, 1061-ből, amiben a bencés apátságnak szőlőterületeket adományoz. A kadarka igazi fogalom a régióban, régi magyar szőlő napjainkban reneszánszát éli. A 19. században vált a régió legnevesebb fajtájává. Könnyed, tiszta eleganciája ragyogóan közvetíti a termőtáj jellegzetességeit. A környék löszös talaján a bordói fajták is otthon érzik magukat. A kadarka mellett a legtöbbet termesztett szőlőfajta a kékfrankos, ami a tradicionális házasítás a szekszárdi bikavér másik főalkotója. A vármegye udvarán találjuk Dionysos bronz szobrát, ami valójában egy működő borkút, amiből magunk csapolhatjuk a bikavért. Bár a régió elsősorban a komoly vöröseiről híres, az új tendenciák kihívás elé állítják a borászokat. Általános trend nem csak itthon, hanem világszinten, hogy csökken a borfogyasztásnak a mértéke, emellett a fogyasztói igények is inkább tolódnak a könnyebb, vagy akár alkoholmentesített, vagy csökkentett irányba, inkább a fehér borok, vagy habzó borok, pezsgők irányába. Szekszárd alkalmazkodik az igényekhez, egyre többen telepítenek fehér szőlőfajtákat, leggyakrabban olasz rizlinget és sárdonét, sőt, bármennyire is meglepő, a korábban említett kék szőlőből, a kadarkából is készítenek kiváló fehér bort a pincészetek. Sziasztok! Sziasztok! Azt mondták, a szüreti napokon a legjobb borokat lehet megkóstolni. Nálatok mit kapunk, ami a legjobb? Mutatok nektek egy válogatás kék frankos, mit szóltok hozzá? Hajrá! Benne vagyok. Köszönöm. Róla mit kell tudni? A kerékhegyi területünkről, ahol a pince is található, a körül van egy 2,5 hektáros kék frankos tábla, annak a válogatott termése. Azon belül is még egy hordószelekció is, tehát csak a legszebb alapanyag a legszebb hordókból válogatva. A vásári séta és a diétaromboló falatozás után esténként még a legfáradtabb látogatók is táncoltak egy jót. Lehet! Idén a neves hazai fellépők mellett külföldi zenészek is felléptek. A vérpesdítő koncert után pedig folytatódhatta a pihentető baráti beszélgetés a standoknál. Én ugye Szekszárdon születtem, és minden évben hagyomány, hogy ide eljövünk a szülővárosomba. Nem kell szerintem ecsetelni, hogy miért vörös bort iszom. A friss boroktól kezdve a régi hagyományos borokat is meg tudjuk kóstolni, és nem csak a borok miatt szeretünk idejönni, hanem ugye én ilyenkor találkozom a régi osztálytársakkal, barátokkal, ismerősökkel. Én ugye itt kezdtem el televíziózni, úgyhogy nagyon sok olyan ember van, akivel csak ilyenkor találkozom. Én innen is csak mindenkinek azt mondom, hogy érdemes idejönni, nagyon jó hangulat mindenkinek egészségére. A szekszárdi szüreti napok egy igazi közösség megtartó esemény, ami messze túlmutat egy kulturális gasztronómiai fesztivál értékein.